Első próbakörére viszi el Nakkösség falu és tanyagondoki buszát Potáp Járpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. A Magyar Falu program által nyert gépjármű nagy hasznára lesz a településnek. Nagyon örülünk, hogy kaptunk egy újat, már csak azért is, mert napi használatban van, és rengeteg munkát végez a település jobb és hasznosabb életének az érdekében. Nyugdíjasokat, betegeket orvoshoz szállítja, bevásárlást végez a falu gondokunk vele, és örülünk neki, hogy egy ilyen korszerű, modern buszhoz juthattunk. Ezen a napon nem csak Nakon, hanem Kapospulán is megörvendeztette a képviselő a helyieket. Itt ugyanis a kommunális eszközbeszerzési pályázaton nyertek egy 15 millió forintos traktort. Az elmúlt időszakban is tovább zajlott a Magyar Falu program. Gyakorlatilag most már a körzetemnek nincsen olyan települése, aki ne nyert volna valamilyen célra ebben a programban pályázatot, illetve most már több település el tudja mondani, hogy több pályázatot is nyert az elmúlt időszakban. 19-ben indult el a program, 19-20-21-ben, és 22-ben pedig megnövelt összeggel írjuk ki újra a kormány a Magyar Falu program pályázatait. Potápi Árpád János nem sokkal később már Hőgyészen egy új 800 négyzetméteres ipari csarnok bokréta ünnepén vett részt. A településen működő cég jelenleg varrodát üzemeltet, ahol 40 ember dolgozik. Az új beruházással viszont kibővítik a tevékenységüket, és nyilászárók gyártásával fognak foglalkozni. A 900 milliós beruházásból 300 millió forintot a magyar kormány a KKM-en keresztül támogatott, és ennek örülünk, hiszen ez újra azt mutatja, hogy a magyar kormány a vidéki beruházásokat, a vidéki vállalkozókat, egyáltalán vidéki embereket támogatja. Az üzem megnyitásával 25 új munkahelyet teremtenek a térségben.